Vízminőségi problémákat, víztöbletet és vízhiányt is észlelhetnek ezeken a kamerákon keresztül a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei. Minden lényeges adatot látnak, az igazgatóság összesen 200 távmérő állomásból álló rendszert működtet. Az állomások közül 50 Ukrajnában, 150 pedig a Feti vízik területén található. Az eszközökön 5 perces gyakorisággal követhető, hogy egy-egy állomáson szükséges-e valamilyen beavatkozás. Az elmúlt időszakban a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozott több területen problémát. A mi működési területünk rendkívül összetett, egyszerre jelentkezik az aszály és a belvíz, illetve a víztöblet problémaköre. Jelen esetben ugye a szélsőséges időjárási körülmények miatt ez jelen esetben is megtörtént, tehát a Felső-Szabolcs alsóöblözetben másodfokú belvízi védelmi készültség van, itt vizet kell átemelni a Tiszába a belterületek és a szántóföldek mezőgazdasági területek védelme érdekében, azonban a nyírség ettől függetlenül vízhiányos maradt, ugyan most nincs a felszíni aszály jelen pillanatban a csapadéknak köszönhetően, de ettől függetlenül még a talajvízszintek nagyon mélyen vannak. Tehát konkrétan átlagosan 4,5 méter mélyen van a talajvíz, a nyírségben ennél is mélyebben 5 méter 40 centin, ez az átlag alatt van jóval, tehát ahol viszont szükséges, ott vizet tartunk vissza. A vízügyi szakemberek szerint a viharos időszakok után elsősorban belterületi védekezésre van szükség. A folyók vízszintje továbbra is alacsony, ám ahol lehet, a víz visszatartására is törekszenek. A tározókban jelenleg 18 millió köbméter vizet tartanak vissza a Feti vízig működési területén, amely 73%-os feltöltöttségnek felel meg. Sajnos, mivel ez lokális, és ez általában a városokban belterületi elöntéseket okoz, de ez sajnos területi szinten nem emeli meg a talajvizet. Tehát ennek inkább negatív hatásai vannak a hirtelen lezudoló nagy csapadéknak, akár garázsokat, belterületi területeket önt el, viszont sajnos jobb lenne egy egyenletes területi csapadék, azt tudná megemelni a talajvízszinteket, de az is csak hosszabb távon, illetve ahhoz, hogy mi a talajvizeket úgymond rendbe tegyük, ahhoz majd nagy vízgazdálkodási, vízpótlási, mint a nyírségvízpótlás, vagy később majd a keletnyír, bereg, tehát nagy vízpótló beruházásokra lesz szükség. Az idei év eddig csapadékosabb az átlagosnál, míg az első fél évben még az aszály jelei mutatkoztak, addig júniusban az átlagosnál 40%-kal több, 106 mm-nyi csapadék hullott a térségben. Lokálisan ennél is nagyobb mennyiséget mértek, például Tiszabercelnél, ahol egy nap alatt 126 mm eső esett, ami másodfokú belvízvédelmi készültséget eredményezett Felső-Szabolcs alsó öblözetében.